Bocsánat, kérek, Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke érkezett hozzánk, annak kapcsán, hogy a Jobbik azt szeretné, hogy Trianonra emlékezve június 4-ét nyilvánítsák nemzeti emléknappá. 2004-ben már a törvényhozás elé juttatták ezt a javaslatukat, akkor nem sikerült elérniük. Jó reggelt kívánom, Gábor! Jó reggelt kívánok. Mi múlott ez akkor, és mi múlik ez most, hogy megtörténhessen? Hát ez pontos, egyébként az a pontos információ az, hogy 2002 óta javasoljuk, és nekem van némi déjà vu, mert 2002-ben jártam már én itt a Hír TV-ben, ebben az ügyben is, akkor is együtt beszélgettünk erről, igen. De 2004-ben tudtunk eljutni arra a szintre már, hogy a bizottság elé tudtuk tárni a konkrétan kidolgozott törvényjavaslatot, és akkor sajnos az MSZP-SZDSZ többség ezt lesöpört az asztalról, tehát már az országgyűlés elé nem kerületett, de mi évről évre eljutatjuk ezt a javaslatot, tehát éreztetni akarjuk ott a bentülőkkel, hogy nem nyugszunk bele, ha szabad elmények Sándor szavait idéznem. De most örömmel hallom, egyedül, és van, örömmel hallom, hogy... Fidesz ugyanezt szeretné, csak más néven, nemzeti összetartozás néven. A név a legkevesebb, tehát én azt gondolom, hogy ha a magyar összetartozás neve lesz, és nem nemzeti emléknap, ahogy mi javasoltuk, legyen így. Tehát ez a legkevesebb, a tartalom a lényeg, és az, hogy ne folytatódhasson az áldatlan állapot, ami most zajlik, hogy fiatal generációk nőnek föl úgy, hogy fogalmuk sincs Trianonról, aki egyáltalán igaz szót hallhat róla, annak szerencséje van. Vagy azért, mert olyan családba született, ahol erről szabad beszélni, vagy tudnak beszélni, vagy pedig egy olyan történelem tanárt fog ki, aki hajlandó túlmenni a kötelezően előírt tananyagon. Na most ez egy áldatlan állapot, hogy a magyarság holokausztjára csak a szerencsés embereknek van joga. Inforól csak a szerencsés embereknek van joga információkat szerezni. Már kiket ért szerencsés emberek? Hát ezeket, akiknek olyan családjuk van, vagy olyan tanárok, akik erre lehetőséget teremtenek. Vagy akik családban esetleg megélték felmenőiket. Vagy akik megélték, de hát ahogy az idő múlik, erre egyre kevésbé van már ugye sajnos példa. Igen. És hát ennek a következménye az, hogy nagyon sok ember a felvidéki magyarokat szlováknak, vagy az erdélyi magyarokat románnak tartja. És hogyha mondjuk, és utolsó mondatom, bocsásson meg, ha 2002-ben tegyük fel, a mi javaslatunk már törvényerőre emelkedik, akkor valószínűleg 2004-ben Gyurcsány Ferenc teljesen feleslegesen kampányolt volna a nemmel, mert akkor a magyar társadalommal nem lehetett volna elhitetni azt, hogy a határon túli testvéreink a mi ellenségeink. De el lehetett hitetni. El lehetett. Ez egy milyen folyamat következménye? Szerintem egy folyamatról van szó, de nem én szeretném prejudikálni a választ. Számból vette ki a szót, mert én mindig is azt mondom, hogy Trianon nem egy egyedülálló pillanat a magyar történelemben, hanem valaminek a kezdete, a magyar romlásnak a kezdete, és ez egy olyan folyamat, amely mind a mai napig tart. Mit ért magyar romláson? Azt értem, hogy megbicsatott a magyar nemzetnek a fejlődés és a fejlődése és a fejlődésbe vetett hite. Tehát egy önsorsrontó, önmagába forduló pesszimista nemzetté váltunk. És jelen pillanatban három nyílt seb látunk rajtunk, amelyek úgy következtek egymásra sorra, hogy egyik sem gyógyult be, mire megjött a másik. Mit értek ezen? Elsőképpen magát Trianont, ahol szétszabdaltak bennünket, aztán jött a kommunizmus, ahol meg is törtek bennünket, és most itt van a globalizmus, amely szinte el akar pusztítani bennünket. És az egészben az a legördögibb, hogy itt van Gyurcsány Ferenc, aki ez a három nyílt seb egy szemében. Trianon, a kommunizmus és a tőke. A napi aktuálpolitikát mindenképpen bele kell bevinni? Nem, hogy bele kell, kötelező, mert hát Trianonnak a begyógyulatlanságát, azt mind a mai napig éljük. Tehát ez én azt gondolom, amit a baloldalról rendszeresen hallunk, hogy ez nem lenne szabad, hogy politikai kérdés legyen, ez egy nagyon álságos csúsztatás, és ezáltal az egész trianoni kérdést, a határon túli magyarok kérdését megpróbálják semlegessé tenni és elfelejtetni az emberekkel. Az, hogy éljük ezt a kérdést, az alatt kiket ért? Mégis az ország hány százaléka lehet az ön elképzelése szerint, aki érzi, érti ezt a traumát? Az egész. Én úgy gondolom, hogy az egész magyar társadalom szenvedi Trianont. De szenved negyedike után is ezt mondja? Ezt mondom azután is, mert akik nem elszavaztak, azok ugyanúgy Trianon áldozatai, mint azok, akik érzik ennek a fájdalmát. Csak ők nem érzik ezt, legalábbis nem jut el a tudatosság szintjére bennük, hogy egy megtiport nemzet és hogy az orruknál fogva vezetik őket. Hogy gondolja, vagy hogy érzi, hogy lehet-e a Trianonnal foglalkozni a politikai korrektség keretein belül? Anélkül, hogy az embert, a politikust ne szélsőségeznék le. Hát én azt gondolom, hogy elmúltak már azok az idők, amikor én azt szerint, vagy egyáltalán a nemzetben gondolkodó politikusok azt szerint válogatnák meg a témáikat, hogy mi számít politikailag korrektnek mondjuk a Lendva Ildikó vagy Pörsi Mátyás szemében. Ez már régen elmúlt ez az idő. Teljesen nem érdekel, hogy az ő számukra mi a politikailag korrekt és mi a nem. Az érdekel, hogy van itt egy nagyon fontos kérdés, a magyarság sors tragédiája,
És ezzel... amely politikai döntéshozók kezében van már, mint a kérdés jövője, a kérdés jövője. Megélése, a kérdés és... alternatíváinak a megtalálása politikai bizony. Döntéshozók kezében bizony, van. Bizony, és hát itt... Akkor ennek, mondhatja és... ezt, hogy teljesen nem érdekli az ő véleményük? Hát ő abban az értelemben nem érdekel, hogy most ezt politikailag korrektnek tartják-e vagy sem. Természetesen érdekel, hogy az ő véleményük, mind a sajnos sejtem és tudom, hogy mi az ő véleményük. Tehát még visszakanyarodva arra a kérdésére, hogy kell-e politikai szinten erről beszélni, hát hogy ne kellene, hát az autonómia, a kettős állampolgárság kérdése, ezek mind összefüggnek Trianonnal és aktuális politikai kérdések. De én tovább megyek, én azt a fajta tabut is ledöntelém itt egy, ha szabad ilyen nagyszavakat használnom, hogy egyáltalán a revízió lehetőségéről lemondjunk. Én azt gondolom, nem szabad lemondani. Tehát ennek a takarék lángját azért ébren kell tartani. Mert ha a magyar társadalom képes az összetartozását erősíteni, akkor a történelem akár majd tárcán kínálhat bármilyen lehetőséget. Miért van az, hogy ilyenkor kiveri a biztosítékot az, aki egy ilyen mondatot kimer mondani ebben az országban? Mert nagyon sok embernek a hátán a szörfel áll, mikor ezt meghallja, és csak legint és leszélsőséges gondolat hozza az életet. Eltelt 87 évnek a szisztematikus munkája, illetve ennek a munkának az eredménye. Az embereket leszoktatták arról, hogy a saját nemzeti érdekeiket, a közösségük érdekeit fontosnak tartsák. És az a nagyon veszélyes, hogy ez nem egy szimbolikus kérdés. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy olyan jó lesne összetartozni, hanem ennek megvannak a társadalmi és gazdasági relevanciái is. Na de hát fizikailag, vagy jogilag, vagy nagyon sok értelemben kivitelezhetetlen. Mármint mire? Hát a revízió. Hát jelen pillanatban igen. Most jelen pillanatban azért kell küzdenünk, hogy kettős állampolgárságot kapjon az a magyar, aki ezt igényli, és hogy autonómiát kapjanak a határon túli magyar közösségek. De én azt mondom, hogy nem szabad kizárni akkor sem a revíziónak a lehetőségét. Ha mondjuk a 19. században a románok és a szlovákok, akik akkor a mi helyzetünknél jóval rosszabb helyzetben voltak, kizárták volna azt, hogy egyszer majd nekik, mondjuk a szlovákok, hogy államuk lesz, akkor nem is lenne államuk. Amíg kizárjuk azt, hogy egyszer majd esetlegesen határokon belül tudjunk egyesülni, akkor nem is fogunk egyesülni határokon belül. Mennyire tartja hatékonynak a hazai parlamenti politikusok szerepvállalását, megnyilatkozását ennek az igazságtalanságnak kapcsán? Sőt, tovább megyek, az európai parlamenti politikusok, a magyar európai parlamenti politikusok hozzáállását. Köszönöm ezt a kérdést, mert az egyik, nekem ekkor áll fel a szűr a hátamon, amikor ez szóba kerül. Egyrészt az Európai Unió, ha már szóba került, ugye sokunkat hitegettek azzal, hogyha belépünk az Európai Unióba, akkor majd a magyar kisebbség ugye megoldódik. Hát én nem látom a Szlovákiában vagy Romániában, amelyek EU tagok lettek, olyan nagy javulás történt volna a magyar kisebbség életében, és a kérdésre konkrétan válaszolva, a magyar külpolitikát egy a világ legnagyobb szégyenének tartom. Tehát egy langyos lábíznek, amit ki kéne önteni a csatornába. Konkrétan? Hát egy konkrét példa, itt nemrégiben a belgrádi német nagykövet mondott egy olyat a koszovói válság kapcsán, hogyha a szerbek igényt tartatnak Koszovóra történelmi jogokra hivatkozva, ha mindössze 10%-nyi szervél, akkor ezzel az erővel a délvidéki magyarok is igényt tarthatnának, vagy a magyarok is igényt tarthatnának a délvidékre. Na most erre Göncz Kinga meg sem szólalt. A rendkívüli magyar nagykövet pedig elsőként, tehát mindenkit megelőzve mondta el azt a már-már ritmikussá vált mondatot, hogy Magyarországnak senkivel szemben semmiféle területi követelése nincsen. Na most hát ez az a külpolitika, amelyet hagyd ne minősítsek. Tehát itt volt egy lehetőség, ahol nem azt mondom, hogy azt kellett volna mondani a nagykövetnek, hogy de igenis délvidéket vissza, bár nekem ez lett volna természetesen a szimpatikus, hanem az lett volna a kötelessége, hogy ebben a pillanatban volt egy lehetőség, az asztalra csapjon, és igenis európai fórumok elé vigye az ügyet, amelyet nekünk a német nagykövet kapart ki. Akkor miért hagyjuk ki ezeket a lehetőségeket? Hát én azt gondolom, hogy... tiszta megítélni, vagy jellemezni az ő felkészültségét, vagy lehetőségét. Én azt gondolom, hogy ez... Felkészültség kérdése, igen. Vagy félelem kérdése, vagy minek a kérdése? Szerintem itt nem felkészültség problematikájáról van szó. Naivitás azt gondolom, hogy ebben nincs tudatosság. Én azt gondolom, hogy a magyar, jelenlegi magyar külpolitika tudatosan végzi azt, amit végez. Valami miatt, ezt hagyne, itt a tévéképernyőn előtt hagyne elemezzem hosszasan, valami miatt a jelenlegi magyar külpolitika abban érdekelt, hogy a magyar nemzet ne jöjjön ki abból a mocsárból, amelyben 87 éve belenyomták. Hát ezt ön mondta. Vállalom is természetesen. Én csak azon csodálkozom, hogy annak idején, akik ezt a béke paktumot, vagy minek hívták, ezt aláhívták, vagy benne voltak. Akik már nem is léteznek nagyobb részt. Egyrészt, másrészt ők maguk is elismerték.
utólagosan, hogy hamiságon, hamis bizonyítékokon, hamis tudáson alapult az ő aláírások. Hát hagyd besoroljam, hogy az Ipoly folyóról azt írták annak, hogy egy hajózható, tehát talán majd itt lesz a mai napon, láttam több olyan alkalom, még beszélgetése van erről, bőven lehet majd beszélni. Én azt gondolom, hogy a történelemben egy példátlan, azóta, addig is és azóta is példátlan történelmi büntet Trianon. Amit mai napig nem hevertünk ki, hogy jól értettem az eddigi. Mai napig nem hevertünk ki, és talán ennek a belgrádi nagykövetnek a kijelentése jelzi azt, hogy egy pillanatra előbukkant az, utána a belgrádi német nagykövetet természetesen kicsinálta a szerb politika is, meg a német külügyminisztérium is, de jelzi azt, hogy alól a német politikusok, vagy az európai politikusok becsületesebb része a lelke mélyén érzi a felelősségét és a bűnösségét, és hát erről nem szabad beszélni, mert nem csak Magyarországon tabu kérdés, a magyar kérdés, hanem Európában is, és a világon. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, hát meglátjuk, hogy milyen lehetőségeket és esélyeket ad nekünk. Én köszönöm, hogy erről beszélhettem. Nagyon szépen köszönöm.